Köszöntjük az evangéliumi igazságok nézőit. Andrew Womack Isten feltétel nélküli szeretetéről és kegyelméről tanít. Isten szereti önöket, Isten szeretné megáldani és bővölködővé tenni önöket, de erre hittel kell válaszolniuk. Hittel elfogadtam, és megragadtam ezt, és elkezdtem adakozni. Hittem az aratásban, és minden egyes alkalommal arattam. Amikor ezt megtettem, több pénzt kerestem, mint valaha. Üdvözlöm Önöket az evangéliumi igazságok mai adásában. A sáfárságról szóló tanításom negyedik hetének végéhez közeledve elmondhatom, hogy ez erőteljes volt. Ebből a szempontból még senkit sem hallottam a pénzügyekről prédikálni. Lehet, hogy mellékesen megemlítették, de én már 4 hete a sáfárságot hangsúlyozom, azt, hogy a pénz nem az önöké, csupán kezelik azt, amit Isten adott önöknek, és a valódi hangsúly azon van, hogy ne legyen önökben kapzsisóvárgás. Nem arról van szó, hogy többet kapjanak, hanem arról, hogy ez felhatalmazza önöket arra, hogy áldássá váljanak. Ha ezt a hozzáállást elsajátítják, akkor ez anyagi dolgokat szabadít fel az életükben. Sok igeversről beszéltem. Nem tudok mindenre visszatérni, de a honlapunkon ingyenesen elérhető minden, amiről eddig beszéltem. Bátorítom önöket, hogy nézzék meg ezeket a műsorokat, amik véleményem szerint különlegesek. Biztos vagyok benne, hogy mások is tanítják ezt, de én még nem hallottam. Ez valóban sokat számít abban, hogy Isten bűvölködővé tudja tenni az életüket, vagy sem. Lapozzunk a 2 Korintus 9. fejezetéhez. Legutóbb a 2 Korintus 9.7-nél fejeztem be, ami így szól. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Ez alapján mondtam azt, hogy a motiváció számít. Az emberek sokszor kényszerből, kötelességből, bűntudatból adnak, mert könyörögtek nekik. Mindenféle okból adakoznak. De ha a motivációjuk rossz, az 1 Korintus 13.3 azt mondja, ha minden vagyonukat szétosztják, ha a testüket tűzhalálra szánják, de ezt nem isteni szeretetből teszik, akkor semmi hasznuk abból. Ha rossz az indíték, akkor lehet, hogy áldást jelent annak, akinek adnak, de nem fog megtérülni önöknek is, nem fogják megtapasztalni az anyagi dolgok természetfeletti áramlását, ha a szívük rossz. Szeretném elismételni, hogy ha a szívük rossz, Isten nem fog természetfeletti bűséget árasztani önökre, mert a pénz megrontja önöket. Azt mondja az 1 Timóteus 6, hogy az emberek sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek pusztulásba és romlásba döntik őket. Ha a szívük rossz, ha a pénz után sóvárognak ahelyett, hogy a pénzt arra használnák, hogy áldássá váljanak mások számára, ha önzővé válnak ahelyett, hogy másokért tennének, akkor ez tönkreteszi önöket. Ez az egyik oka annak, hogy Isten nem ad bűséget mindenkinek. Ő azért halt meg, hogy ezt biztosítsa. 2 Korintus 8.9. Jézus szegényé lett, hogy mi meggazdagodjunk, de ez nem történik meg automatikusan. Isten természetfeletti ellátását egyrészt az akadályozza meg, ha a szívük rossz, ha minden önökről szól, és arról, hogy a szükségleteiket betöltsék ahelyett, hogy ezáltal áldássá válnának. Ezek fantasztikus kijelentések. 2 Korintus 9.8. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bűségetekből jusson minden jó cselekedetre. Ezt az 5 Mózes 8.18, az Efézus 4.28 és a Máté 6.19.33 versekkel együtt már többször említettem. De ez a vers azt mondja, hogy Isten azért teszi bűvölködővé önöket, hogy bűségükből jusson minden jó cselekedetre. Nem csak azért, hogy betöltse a szükségleteiket, hanem azért, hogy áldássá váljanak. Isten azt mondta Ábrahámnak, megáldalak és naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. 1 Mózes 12.3. Isten azért áldotta meg Ábrahámot, hogy áldás legyen. Azt ígérte, hogy Ábrahámon keresztül az egész világ áldott lesz. És ahogy Isten ereje Ábrahámon keresztül
kiárat. Ő csak adott és áldott. Megáldotta Lótot, az unoka öcsét. Megmentette az életét, amikor fogságba ejtették más királyok, akik meghódították Szodoma és Gomorra földjét, és még sorolhatnánk, miközben másokat megáldott. Isten kenete, amely lehetővé tette, hogy áldássá legyen mások számára, őt is megáldotta. Ábrahám pedig piszkosul gazdag volt, ahogy azt ma mondanánk. Azért volt nagy vagyona, hogy bőségéből jusson minden jó cselekedetre. Isten ezért akarja, hogy bővölködjenek. Ha azért akarnak bőségben élni, hogy a saját szükségleteik helyett mások szükségleteit betöltsék, akkor, ahol a pénz kiárad, ott bőven is marad. Azért, hogy bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Az egyik barátom mindig azt mondja, hogy a bőség azt jelenti, hogy Isten eleget ad ahhoz, hogy a bőségedből jusson minden jó cselekedetre. Tegyük fel, hogy egy gyülekezetnek van egy építési projektje, egy missziós programja, vagy árvaházakban élő gyerekeket támogat, vagy megmentik őket a szexkereskedelemtől, stb. Amikor hallják az erről szóló bizonyságokat, és azt mondják, hogy önök is szeretnének ebben részt venni, de nincs elég pénzük, hogy adakozzanak, akkor nem bővölködnek, vagy nem olyan mértékben, ahogyan azt Isten szeretné, mert azt mondja, hogy minden kegyelmét kiárasztja rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. A minden szó többször elhangzik ebben a versben. A görögben ennek a szónak a jelentése minden, vagyis pontosan azt jelenti, amit itt mond. El kell jutniuk arra a szintre, ahol a bőségükből jut minden jó cselekedetre. Ha egy árvaház van a szívükön, és segíteni szeretnének azoknak a gyerekeknek, akkor adniuk kellene. Lehet nézik most olyanok is ezt a műsort, akik a vagyonukat tekintve milliómosok, de ha az egészet lekötötték úgy, hogy nem tudják azt felhasználni, akkor nem bővölködnek. Nem számít, hogy papíron. Mekkora a nettó vagyonuk? Nem az számít, hogy mennyi vagyonuk van, hanem az, hogy bőségükből mennyi jut minden jó cselekedetre, vagyis mennyit adakoznak. Isten így tekint erre, ő így definiálja a bőséget, vagyis Isten eleget ad ahhoz, hogy mindig bőségesen adni tudjanak arra, amire Isten akarja, hogy adjanak. Ha a szívük tiszta, és nem a szerzés, hanem az adakozás a céljuk, akkor garantálom, hogy többet kapnak, mint amennyit maguktól valaha is kaptak volna. Ez így működik. Nézzük meg újra ezt a verset. Azt mondja, Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárasztja rátok. Nem azt mondja, hogy Isten minden kegyelmét kiárasztja rátok. Ez nem olyasmi, ami csak úgy automatikusan megtörténik. Jézus meghalt, szegény élet, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. 2 Korintus 8:9. Ő gondoskodott erről, ez elérhető, de a tiszta szívet keresi, és ezért ez nem automatikusan megy végbe. Ő képes ezt megtenni, de ez attól függ, hogy a bőségükből csak magukra jut, vagy adakoznak-e belőle. Nagyon fontos, hogy ezt megértsék. Ne értsenek félre. Nem azt mondom, hogy Isten azt akarja, hogy szűkölködjenek. Egyszer egy misszionárius házaspár jött abba a baptista gyülekezetbe, ahol felnőttem, akik egy kombiban éltek. Nem akartak szállodában megszállni, mert akkor azt a pénzt egy szállodának adták volna, és nem az evangélium hirdetésére. Ezért a kombi kocsijukban laktak. A férfinak és a feleségének egy-egy váltás ruhájuk volt. Este kimosták az aznap viselt ruháikat, és másnap felvették a váltó ruhájukat. És úgy mutatták be őket, mint szenteket, amiért így élnek, és mindenüket az Úrnak adják. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ezzel rossz képet adnak az Úrral. Isten nem fukar. Istennek több, mint elég pénze van. Őt nem zavarja, ha egy több milliós házban élnek. Ez nem a birtokolt dolgokról szól, hanem a prioritásukról. Az egyik barátom egy gyülekezet lelkipásztora, és egy több millió dolláros házban él.
amiért egyesek kritizálnák őt. Ő is szereti az autókat, luxuskocsikat vezet. Elmentünk egyszer a házába Jamie-vel, amikor épp egy korvettet hoztak neki. Két mód volt benne, az egyik normál vezetéshez, a másikat nem is tudom, mire használta, minden esetre nagyon jól nézett ki. A biztosítása fél évente 6000 dollár volt, vagyis 1000 dollár havonta. Az emberek kritizálták őt, amiért szép házban lakik, és ilyen drága autókat vezet. De egy dolgot nem láttak. Már nem igazán vagyunk kapcsolatban, ez 15-20 évvel ezelőtt volt, amikor még az ügygyülekezetébe jártam, és sokat szolgáltam ott. Akkoriban havi 30-40 ezer dollárt osztogatott. Most már valószínűleg ennél sokkal többet. A lényeg, hogy az emberek látták, hogy nagyon puccos házban él, drága autókat vezet, és úgy tartották, hogy ez nem helyes, nem kellene így élnie. Azonban soha ne kritizálják valakinek a termését, amíg nem látják, hogy mennyi magot vetett el. Közel 20 évvel ezelőtt, amikor megszálltunk ennek az embernek a házában, és szolgáltam a gyülekezetében, ha jól emlékszem, volt, hogy 20-25 ezer dollárt adományozott nekem a szolgálatért. Az egyik barátom szintén nála szállt meg, akinek odaajándékozta az egyik autóját, egy vadonatúj Cadillac-et, ami akkoriban, 25 évvel ezelőtt, 25-30 ezer dollárt ért. Az egyik misszionáriusnak, akivel együtt ebédelt, ha jól emlékszem, 10 ezer dollárt adott. Vagyis egyetlen nap alatt közel 60-70 ezer dollárt adakozott. Isten tehát a következőképpen látja a dolgot. Ez az ember, míg ha egy több millió dolláros házban is él, és drága autókat vezet, magas biztosítási díjjal is hasonlók, akkor is egy olyan házban él, ami valószínűleg nem több, mint 18 hónapnyi adakozása. Elmondom ezt másként. Önök közül hányan élnek olyan házban, aminek az értéke 18 hónapnyi adakozásuknak felel meg? Biztosra veszem, hogy vannak, akik ha olyan házban élnének, ami 18 hónapnyi adakozásuknak felel meg, akkor egy kartondobozban, vagy egy egyszobás kunyhóban élnének, vagy egy szobát bérelnének valakivel. Isten tehát nem úgy tekint a dolgokra, mint mi. Ő nem csak azt nézi, amiük van, ő azt nézi, hogy miük van ahhoz képest, amit odaadnak. És ha nagy összeget adnak, akkor lehetetlen, hogy az áldás ne hasson vissza önökre. Ezért soha ne kritizálják valakinek az aratását, amíg nem látták, mennyi mag van a földben. Engem is kritizálnak egyesek, mondván, nem helyes, hogy ennyi pénzzel rendelkezel. A kommunista felfogás szerint el kellene vennünk tőled is, oda kellene adnunk valaki másnak. De az nem Isten rendszere. Itt azt mondja, hogy Istennek van hatalma minden kegyelmét kiárasztani, de ez nem történik meg automatikusan. Ez nem az átlagos keresztényeknek szól. Ők nem tapasztalják meg a bűségnek ezt a szintjét, és tudják miért? Mert nem arra használják, hogy bűségükből jusson minden jó cselekedetre. Saját magukra használják, és a pénz hatalmat ad nekik arra, hogy minden vágyukat és kívánságukat kielégítsék. Ez felerősíti a testi vágyukat, ami pusztulásba és romlásba dönti őket. Már sokszor elmondtam ebben a sorozatban, hogy a lényeg a hozzáállás. Sáfárok? Hajlandóak kinyitni a kezüket ahelyett, hogy azt mondanák, ez az enyém, ne nyújj hozzá! Istenem, ez az enyém, hogy kérheted, hogy adjam ezt oda? Ehelyett ki kell nyitniuk a kezüket, és azt mondaniuk, Istenem, ez mind a tiéd, mindenem a tiéd. A házam, az autóm, a vagyonom, a nyugdíjam, mindenem, minden a tiéd. Mit szeretnél? Mire használjam? Van, akit a félelem fog el ennek hallatán. Ha ezt tenném, ha csak úgy odaadnék mindent az Úrnak, akkor nélkülöznék, és ő nem gondoskodna rólam. Ez felfedi az Istennel való kapcsolatuk hiányosságát. Az Úr jobban szereti önöket, mint önök saját magukat. Az Úr jobban szereti a házastársukat és a gyerekeiket, mint önök. Ő jobban gondját viseli önöknek és mindennek, ami az önöké, mint önök, ha valóban kinyitják a kezüket, és mindent Istennek adnak, és Isten országát teszik első helyre.
De ez értelmetlen a természetes elmének. A természetes világban az emberek nem így bánnak velünk. Ha mi csak úgy elvennénk mindent, és a többi ember rendelkezésére bocsátanánk, akkor kihasználnának minket, és attól félünk, hogy Isten is ugyanezt tenni velünk. Ő azonban szereti önöket. Lukács 12:32. Ne félj, te kicsinnyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Isten szereti önöket, gyönyörködik önökben. A Zsoltárok 35:27 azt mondja, újjongjanak, örüljenek, akik igazamat kívánják. Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgálja javát akarja. Dicsőség Istennek, Isten szereti önöket, Isten bűvölködővé akarja tenni önöket. Ez az engesztelés része. Ő szegényé lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Isten nem akar elvenni önöktől, de a pénz felerősíti azt, ami a szívükben van. És ha a szívük nincs rendben, ha tele van önzéssel, és minden arról szól, hogy csak maguknak szerezzenek meg dolgokat, és kielégítsék a vágyaikat, akkor ha Isten bűvölködővé tenni önöket, azzal valójában kárt okozna önöknek, és ő túlságosan szereti önöket ahhoz, hogy ezt tegye. Ezért azt mondja ebben a szövegkörnyezetben, hogy magot ad a magvetőnek. Térjünk vissza a 8. vershez. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok. Itt nem arról van szó, hogy épp hogy megéljünk, hanem ez a bűségről szól. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bűségetekből jusson minden jó cselekedetre. Aztán a 9. versben a Zsoltárokból idéz. Azt mondja, amint meg van írva, bűkezően osztotta szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Ezzel igazolja azt, amit az előbb mondott, hogy Isten olyan embereknek ad pénzt, akik másoknak is adnak, hogy bűségükből jusson minden jó cselekedetre. Aztán a Zsoltárokból idéz, ami egy nagyon gazdag emberről szól, aki adakozik, betölti az emberek szükségét, segíti a szegényeket és szétosztja a vagyonát külföldön. Azért idézi ezt a Zsoltárt, hogy megmutassa, hogy az, akiről a Zsoltár szól, azért volt olyan gazdag, mert adakozó volt. Tehát még egyszer mondom, ha nincs a szívükön az adakozás, csak a szerzés, ha minden arról szól, hogy megszerezzék azt, amit csak tudnak, és boldogan éljenek vele, akkor ez a hozzáállás korlátozni fogja Isten ellátását. De amikor eljutnak oda, hogy bűvelkednek minden jó cselekedetben, akkor a következő 10. vers azt mondja, aki pedig magot ad a magvetőnek és elederül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Erről a versről már többször beszéltem ebben a sorozatban. Azt mondja, hogy Isten magot ad a magvetőnek. Pénzt ad azoknak, akik adakozni akarnak, hogy bűségükből jusson minden jó cselekedetre, akik azért dolgoznak, hogy legyen mit adniuk a rászorulóknak. Ha Isten önökön keresztül pénzt adhat másoknak, akkor önöknek is adni fog. Sokat beszéltem ezekről a dolgokról, de szeretném ezt megerősíteni. Végigmentünk ezeken az igeverseken, amik arról szólnak, hogy az anyagiakat illetően tiszta szívvel kell rendelkezniük. El kell jutniuk arra a szintre, amikor nem félnek a nélkülözéstől. Nem félnek attól, hogy ha adakoznak azzal, elveszítik a pénzt, és a persejbe dobva búcsút intenek neki, hanem azt mondják, ezzel megáldom az embereket. Egy nap az örökké valóságban ezek az emberek eljönnek, hogy üdvözöljenek a mennyben, és megköszönjék, hogy adtam és arra használtam ezt a pénzt, hogy az életüket megváltoztassam. Ráadásul ezt a pénzt a jövőmbe vetem, százszorosan fog megtérülni ebben az életben. Ha ilyen hozzáállással rendelkeznek, és azért adnak, mert a szívükben Istent és másokat tettek az első helyre, akkor Isten vissza fogja adni önöknek. De a hangsúly nem a visszatérítésen van. Azért kapnak visszatérítést, mert ez lehetővé teszi, hogy többet adjanak, de nem a megtérülés motiválja önöket, hanem az adakozás. El kell sajátítaniuk ezt a hozzáállást, hogy Istenem, ez mind a tiéd, Isten adakozó. János 3:16. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Isten mindent odaadott, amije volt. A legjobbját, a saját fiát adta oda. Isten tehát adakozó, ő a példa. Senki sem tudja Istent felülmúlni. Épp a múlt hétvégén együtt ettem egy társasággal, és majdnem összevesztünk a számlán. Letették az asztalra a kis papírt, és próbáltuk elvenni a másiktól, mire a pincérnő megnyugtatott, hogy ez csak a desszertmenü, és nem a számla.
Szóval, ha ilyen adakozó emberek közé keverednek, akkor nehéz megszerezni a számlát, mert ők akarnak adni. És nem csak azért adnak, hogy kapjanak, hanem azért adnak, mert tudják, hogy kapni fognak, és ez lehetővé teszi számukra, hogy még többet adjanak. Szóval, ha olyan emberrel kerülnek össze, akinek a szívén van az adakozás, akkor nehéz felülmúlni őket. Olyan, mintha állandóan versengenének, én akarok adni, nem én akarlak megáldani. Isten az első adakozó, és garantálom, hogy soha nem tudnak többet adni, mint Isten. De amikor adnak, ne rossz hozzáállással tegyék. Például rendben, adok, és azt fogom mondani, hogy azért teszem ezt, mert szeretem az embereket, de valójában magamat szeretem, és így mindent visszatéríthetek magamnak. Ha sóvárgásból, önzőségből adnak, ahelyett, hogy önzetlenül adnának, akkor ez nem fog működni. De ha őszintén, Isten szíve szerint adnak, vagyis ő a tulajdonos, és önök a sáfárok, és azért élnek, hogy adjanak és másokat tegyenek az első helyre, Isten soha nem fogja engedni, hogy felülmúlják őt. Nem adhatnak többet, mint amennyit Isten ad önöknek. Isten jobban fog bánni önökkel, mint ahogy önök bánnak mással. Jobban fog bánni önökkel, mint ahogy önök bánnak saját magukkal. Isten magot ad a magvetőnek. Ezt már mondtam egy korábbi adásban, de ha kevés a mag, az azért van, mert Isten nem látja önökben a magvetőt. Ha kevés a pénzük, az azért van, mert Isten nem látja önökben az adakozót. Ha tudná, hogy megbízhat önökben, és anyagi forrásokat bízhat önökre, amiből önök hűségesen adnak másoknak, és úgy fognak sáfárkodni vele, ahogy ő mondta önöknek, akkor garantálom, hogy pénzt fog adni önöknek. Ez egy komoly kijelentés. De ha kevés a pénzük, akkor vagy Isten nem lát önökben adakozót, vagy még csak ennek folyamatában vannak, és ebbe bele kell nőniük. Isten ad egy keveset önöknek, és ha azon hűségesek, növelni fogja az összeget, és többet fog adni önöknek. A két dolog egyikéről van szó. Vagy Isten nem látja önöket adakozóként, vagy csak a magvetés, az idő és az aratás folyamatában vannak, és időbe telik, mire beír a termés. Isten olyan embereket keres, akiken keresztül kiáraszthatja a pénzt. És ha a szívük tiszta, garantálom, hogy sok pénzt fog eljuttatni önökhöz. Én vagyok a példa erre. Nem vagyok tökéletes példa. Még nem érkeztem meg, de már elindultam. Régen olyan szegények voltunk Jamie-vel, hogy volt, amikor hetekig nem ettünk. De Isten megáldott minket. Havonta több millióra van szükségünk, csak hogy a szokásos számláinkat ki tudjuk fizetni itt az Egyesült Államokban. Ha összevetnénk a teljes szolgálatomat a 16 irodát világszerte, akkor valószínűleg 7-8 millió dollárra lenne szükségünk havonta, csak hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat és végezni tudjuk a szolgálatunkat. De beérkezik az összeg óramű pontossággal, és egyetlen számlánkkal sem vagyunk elmaradva. Isten megáldott minket, és a mély szegénységből eljutottunk oda, ahol feletté bűvölködünk. És ez nem az éles eszemnek köszönhető, hanem annak, hogy Isten országát tettem az első helyre is, mert megélem ezeket a dolgokat. Adakozunk. Ezt a könyvet is ajándékba adjuk önöknek. Aki szeretne, adakozhat, de én ezt bárkinek odaadom, aki kéri, és nem csak a könyvet, hanem a CD-t vagy a DVD-t is. A három közül az egyiket ajándékba adjuk önöknek. Vannak más anyagaink is, például útmutatók. Ez spanyol és angol nyelven is elérhető. Van egy DVD-nk olyan emberek bizonyságaival, akik a gyakorlatba ültették ezeket az alapelveket. Szeretném a figyelmükbe ajánlani a Kárész Biblia iskolánk magyarországi elérhetőségeit, ami az adás végén megjelenő képen látható. Hívjanak, vagy írjanak még ma.